Biatorbágy folyamatosan fejlődő kisváros. Rengeteg kérdés merül fel akkor is, ha az ember építkezni akar. Ilyenkor keressük fel a város főépítészét. Mennyi mindenben tud segíteni a település lakóinak, illetve azoknak, akik ide szeretnének költözni? Az elmúlt 10 esztendőben vagy 12 évben jelentősen átalakult Magyarországon az egész építésügy rendszere. Megváltozott minden. A főépítész feladata, jogállása, közreműködése az építésügyben, és az építésügyi engedélyezési eljárási rendszer is. Mindenki tudja, hogy elkerült az önkormányzatoktól mindenféle hatósági jogkör, legalábbis az építésügyel kapcsolatos építéshatósági jogkörök tekintetében. Egyedül a településképi véleményezés maradt meg. Na most a városfejlesztés az mindig is egy csapatmunka volt. Tehát sokan különböző módon közreműködtek egy projekt előkészítésében, és sokak véleménye alapján született valamiféle döntés arról, hogy mi is épüljön, és az hogyan is nézzen ki. Ez egyébként így van a központi, állami, önkormányzati beruházásoknál, és így van egy kicsit a magánberuházásoknál is. Az elmúlt években Biatorbágy rendkívül vonzóvá vált. Most ebben a kicsit kusza építésügyi rendszerben rendszeresen kapok különböző kérdéseket, például ingatlant vásárolni szándékozóktól, különböző ingatlanoknak mi az övezeti besorolása, milyen fejlesztési lehetőség van az adott ingatlan tekintetében, tehát mit tud rá építeni. Mi itt a főépítész irodán munkatársaimmal együtt próbáljuk részletesen elmagyarázni, hogy mit kellene tenni. Adunk településképi véleményt és konzultációs véleményt, hogyha kérnek, és kérjük az építkezőket, hogy azért figyeljenek a településképi előírásokra, és nagyon sok javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy mit, hogyan építsenek meg. A biatorbágyi ingatlanokra és telkekre vonatkozó adatokat összegyűjtötték egy a város honlapján is elérhető térképen. Pontosan hogyan kell használni ezt a térképet, és mit mutat meg? Van a HÉSZ, helyépítési szabályzat, van a TKR, településképi rendelet, és van a TAK, ami az arculati kézikönyv. Az első kettő, az rendelet, az kötelező elemeket tartalmaz, az utóbbi, az arculati kézikönyv, az egy arculati ajánlás. Ezen a térképen megtalálja mind a településképi rendeletnek, mind a helyépítési szabályzatnak a térképi anyagát. Tehát itt rögtön meg tudja nézni az ügyfél, hogy az általa megérdeklődni kívánt telek milyen építési övezetbe tartozik, és településképi szempontból milyen övezeti besorolásba kerül. Választ kap arra, hogy az adott ingatlanon, az adott építési övezetben hány százalékos beépítéssel, milyen magas épület, milyen zöldfeletti mutatókkal, hány lakás építhető. A településképi rendelet egyszerűen fogalmazva a külcsínnyel foglalkozik. Például milyen színű legyen, milyen tető hajlásszög legyen. A települési arculati kézikönyv egy építész tervező team által kialakított arculati kézikönyv, vizsgálva Biatorbágynak a múltját, jelenét építészeti szempontból, ajánlásokat tartalmaz, hogy mit ajánlnak a tervezőknek, hogy az adott épületet milyen formában, milyen tömegben fogalmazzák meg, és mit tartanak célszerűnek oda elhelyezni. Kérdések, válaszok. Ilyen térképen nem minden településnek van Magyarországon, mintaértékűnek tekintik a térség főépítészei is. Rákeresve nem csak a most hatályos HÉSZ szabályozási tervét lehet megtekinteni, hanem 2016-tól kezdve a korábbiakat is, időgépszerűen.